infraszűrők bemutatója, kézi birkanyírás, Nónius tenyész szemle, fogadhajtó verseny, csikós bemutató, valamint kulturális programok. Többek között ez volt a kínálata a hétvégén megrendezett országos cifraszűrös találkozó és hagyományőrző napnak. A program legfontosabb üzenete, hogy ápolnunk kell a nemzet, a térség és hajdúböszörmény múltját, népi örökségeit. Néprajzi emlékeink ugyanis világszerte egyedülállóak, fogalmazta meg Kovács Attila önkormányzati képviselő köszöntőjében. A szervező, díjugratók, hagyományőrzők és fogadhajtók közhasznú sportegyesületének elnöke Molnár Imre elmondta, programjukkal a családokat és a legifjabb korosztályt is szeretnék megszólítani. Céljuk, hogy a fiatal generáció tagjai elhivatottá váljanak a gazdag nemzeti múlt feledőben lévő értékei iránt. Nagyon sok munka előzte ezt a rendezvényt meg, hisz olyan emberek is részt vesznek itt a rendezvényünkön, akik ugye munkahelyen dolgoznak. Ráadásul nagy része ugye a jószág mellett, bizony azokat meg el kell látni, ha fú, ha esik, ha ünnep, bármi van. Így aztán már elkezdtük mi ezt rége óta, de ugye ahogy közeledik a rendezvény, egyre sűrösödik a program. Nagy munkát igényel. Annál is inkább, mert ugye az országos cifraszűrös találkozó, hagyományőrző nap, emellett szeretnénk bemutatni a magyar lófajtát, a Nóniuszt. Ugye mind különböző munkát igényel, össze kell szervezni, mindenkinek megvan a feladata ebben, hisz én egyedül ebben kevés vagyok, segítik a munkámat nagyon sokan, és köszönet is érte mindenkinek, de ők is nagyon sokat dolgoztak ebben. Hát mondhatni azt, hogy az utolsó 2-3 hét azért intenzív, nagyon sok munkával telt, de én még egyszer szeretném megköszönni a segítőjének is, meg azoknak is, akik eljöttek hozzánk, hisz én úgy gondolom, aki most ide kilátogatott, lásd a megnyitót, én úgy gondolom, hogy olyan emberek is voltak, akit könnyeket csaltunk a szemükbe, hisz visszaidéztük azokat a régi emlékeket, ami eszükbe jutott és szép emlékként jelenik meg. Annak idején, amikor 15 éve az egyesület elnöke lett, milyen célokat fogalmazott meg, miért is hívták életre ezt az egyesületet? Mikor én az elnöke lettem, ez az egyesület már alakuló félben volt, hisz mondhatnám azt is, hogy meg is alakult. De azért hoztuk létre, mert ugye a lovasport és azon belül a ló tulajdonosok ugye különböző dolgokat művelnek, szeretnek, és azért hoztuk így létre, hogy itt megtalálja, aki sportolni akar a céljait, az is, aki a hagyományőrzéshez akar, az is megtalálja. És lásd, azért el lehet mondani azt, hogy mind a díjugratásban, fogadhajtásban és a hagyományőrzésben is jelen vagyunk. Ez azért örömre ad okot. Az meg még jobban, hogy nagyon sok fiatal jön az egyesületünkbe, vagy pedig nagyon itt mozog az egyesület körül, és ez úgy mondom, hogy bizakodó. Ezt követően cifraszűrösökkel telt meg a színpad. Beszámolójukból, bemutatkozásukból kiderült. Egy dolog mindenképp összeköti őket, a hagyományok, a pásztori kultúra tisztelete. Kosina Péter, Hortobágyi Gulyás számadó. De számomra a pásztorkodás egy életforma, ez nekem őseim is ezt csinálták. A szűrnek a viselete az számomra, hogy egy tartást egy úgymondott viselkedési formát jelent. Mondják sokan, hogy a hagyományt őrizni és ápolni kell, hát nem beteg az szegény, hogy ápolgassuk, nem őri, a jószágot kell őrizni. Ennek a szűrnek a viseletébe tudni kell megjelenni valahol, ezt tudni kell viselni. Ezt a tiszteletbe kell ezt a viseletet tartani. Meséljen egy kicsit magáról a szűről, mit érdemes tudni? Ez a szűröm, ez egy Ica néni által Csibinei Pisotladányi szűrkészítő, ahogy csinálták. Ez egy nyakos szűr, mert a juhász és a gulyás szűr az nyakos szűr, a nyitott elejű az a csikós szűr, mert ugye a csikósoknak a lóháton csergetni kell, és abban könnyebben tudnak csergetni, mint ebbe a nyakos szűrbe. Ez az eny szűröm, ez egy cipraszűr, ez egy hortobágyi cipraszűr. Azt mondta, hogy a családban már hagyománya van a pásztorkodásnak. Milyen régóta öröklődik ez a mesterség a családban? Visszamenőleg könyv is jelent meg a családomról, 1800-as évek elejéig. Jobban inkább az én családom juhász dinasztia volt. Én is a
mondhatom azt, hogy a szeretet meg a megélhetés véget lettem gulyás. Fiam, ő csikóskodik, ő csikós éppen nem nagyon volt a családban. Fiam egy érettségi technikusi után, felső iskola után váltott ezt a szakmát, vagy választott ezt a szakmát, hogy ő most csikós ugyanitt nálunk a cégnél. Kovács Levente Füzesabonyból érkezett a rendezvényre. Pásztorkodás az életemben az hivatásszerű, végül is ugye jószággal foglalkozunk, ugye saját állománnyal rendelkezünk, birkával, kecskével. Egyébként Kovács Levente vagyok, és Füzesabonyból jöttem. És a tanya az Besenyőtelke neveles tanyán található. És mit jelent az életedben a pásztorkodás, illetve a cifraszűr viselése? Mennyire volt esetleg a családban ennek hagyománya? Hát hagyománya nem volt a családban, végül is ugye a dédszülők, ugye, akik ugye jártak le a Hortobányra, és náluk is ugye, nem azt mondom, hogy ők hordták a cifraszűrt, nekik nem volt végülis, de hagyományőrzés, életformaszerűen ugye kell űzni ezt az egészet. Végülis ugye büszkén viselem én is ezt a cifraszűrt, ami készült neki nekem. Egyedileg. Mit érdemes a cifraszűrről magáról tudni? Hol készült és mikor készült? De a cifraszűr az Püspökladányban készült, ugye Csibi nénék csinálták, hát egyértelmű, nagyon nehezen találtuk meg őket. Édesanyámnak van egy barátnő, aki püspökladányi származású, és rajta keresztül találkoztunk. Miért tartja fontosnak, jónak ezt a mai rendezvényt, illetve az ilyen hagyományőrző rendezvényeket? Hát végül is jó megmutatni így az embereknek azt, hogy a hagyományos népviselet ugye régebben hogy nézett ki. Végül is ugye szerintem az évszázadok folyamán ez nem nagyon változott, és ugye hát büszkeséggel nyújtja el az embert, hogy megmutathatja, hogy milyen van, hogy mit visel. A színpadon látható szűrők nagy részét Sós Kálmánné Ica és édesanyja Csipi Gyulánné készítette. A találkozóra minden évben el szoktak látogatni. Nagyon örülök neki, nagy megtiszteltetés, hogy Hajdúböszörménybe ekkora szeretet övesz bennünket. Semmi más, ezeket a szűröket készítjük édesanyámmal nagyon nagy szeretettel, és nagyon-nagyon jó érzés tudni, hogy ilyen emberek vannak, akik ezeket a szűröket ennyire tiszteletbe tartják és szeretettel viselik, hordják őket, és ahol csak lehet Magyarországon, külföldön, mutatják azt, hogy igenis ez hozzánk tartozik a magyar emberekhez. Mit érdemes tudni az ön által viselt szűrről? Ez egy karcagi stílusú, mint püspökladányiak vagyunk. Édesanyám karcagra volt bedolgozó, hímzőnő bedolgozó, ezért választottuk ezt a motívumot. Ez egy dúsan hímzett, még dúsabban, mint a többi. Direkt azért, mert saját magamnak készült. Igaz, hogy nők nem hordanak szűrt, de nálunk azt hiszem, hogy ez megengedhető, hogy én viselem. Férfi nincs a családban, férfi nem készíti, és ezért készült karcagi hímzéssel. Molnár Imre örökös pásztora a Hortobágyi pusztának. A hagyományőrző találkozóra örömmel érkezett. Én a kiindulási helyem Tiszakeszélő, Tiszakeszélő, ott kezdtem, mint fejőgulyás, utána csak gulyás, sima gulyás, közben juhász is voltam 18 éig. Hát én nekem az életet jelentette mindig, mert más nem csináltam, nem is akartam csinálni. Akartak velem, hogy más csináljak, szüleim, de én csak ezt csináltam. Most már nyugdíjas vagyok, de még most is dolgozok. Nyáron dolgozom, most is gulyáskodok, bivaj gulyával vagyok. Mit jelent? A családjában volt esetleg hagyománya, és lesz-e tovább örökíteni ezt a hagyományt? Hát a családomban volt, mert hát az én édesapám is úgy mondták abban az időben, hogy cselédkanászként kezdte, a nagyapám az lovas ember volt, és a nagybátyám az is haláláig saját juhát őrizte, úgyhogy van hagyományod. Hogy további nekem sajnos nincsen fiam, adnám szívesen egy... Úgy néz, közösségemnek van egy kis unokája, az hajlamos rá, most ide jár Böszörménybe, ilyen mezőgazdasági suliba, már neki van otthon saját birka, hát neki is át tudom adni a szerelésemet is. Még ha amire kíváncsi, akkor átadom, ha nem, akkor nem erőltetem. A színpadon ezt követően kézi birkanyírást láthatott az érdeklődő. Bodnár Tibor autodidakta módon sajátította el a birkanyírás tudományát. Én ezt magamtól tanultam, nagyon sok videót néztem róla, és megpróbáltam, volt otthon juhom, és megpróbáltam, sikerült. Első, kettő, három, nem annyira szépen, de utána belejöttem.
Mire kell nagyon figyelni? Hát igen, ügyelni kell arra, hogy szépen fusson az olló az állatnak az oldalán, ne vágjuk bele, és hogy egyenletes legyen, ne hagyjunk nagy csimbalkokat rajta. Ezek szerint gazdálkodó családból származol. Mit érdemes erről tudni? Hát annyira nem vagyok gazdálkodó családból. Szeretem az állatokat, és így magam is tartok. Szabó László feleségével és két fiával Balmazújvárosról érkezett a programra. Nem is akárhogy, egy csodaszép lőcsös szekérrel. Balmazújvárosi gazdálkodó emberek vagyunk. Aztán hát a lauk szeretete, vagy a jauszák szeretete a nagyszülőktől indult. Gyerekkorunktól kezdve ebben nőttünk, ezt csináljuk, és szóval a gyerekeink is reméljük, hogy ezt folytatják. Aztán ez a hagyományos fogatozás, ez is végül is a nagyszülőktől ered. Ezekkel a szekerekkel, ezekkel a szerszámokkal keresték a mindennapi kenyerüket, aztán mi meg úgy megszerettük, hogy szeretnénk folytatni, megőrizni a hagyományokat. És hogyan gazdálkodtok, és mit érdemes magáról a lőcsőszekérről tudni? Szarvasmarhával foglalkozunk, fejőstehenekkel, növendékmarhával, és hát a lovak azért vannak tartva, ezek nem passzióból, hanem ezekkel dolgozunk, ezekkel hordjuk be a takarmányt, kifelé a trágyát, úgyhogy mindenféle mezőgazdasági munkát velük végzünk. Nagyon szép család, azt gondolom a tiétek. Úgy látom, lesz is kinek örökíteni ezt a fajta hagyomány. Már nagyon sokat segítenek ilyen apróbb munkákba. A jószág körül is van nekik is egy kis lovuk, egy kis fogatuk. Aztán lovagolnak is, fogatoznak is. És hát gyakorolják ezt az életformát. Kati Imre Nagymacsról érkezett a rendezvényre. Számára a program az ismerősökkel való találkozásra, egy-egy jó beszélgetésre is alkalmat ad. A hagyományt ápolni, meg a véget széjjel nézni. Hát barátok, amúgy ide valószínűleg is, hogy vagyok én. Van esetleg a családban hagyománya a gazdálkodásnak, akár a jószággal való foglalkozásnak? Hát nekünk is vannak lovak, tehenek, birka. Miért tartja jónak ezt a mai rendezvényt? Hát csak a hagyománynak az ápolását, meg az emberi tanálkozás. Molnár Imréné férjével és fiával érkezett a programra. Hát ez nagy esemény számomra, mert a hagyományőrzők klubjának vagy alapítványának tagja a férjem, aki éppen most vezette a júnyírás menetét, és hát tulajdonképpen én nagyon szeretem a régi hagyományos dolgokat, nem csak a júnyírást, maga nekem nagyon tetszik a magyaroknak a népviselete, a szűr, amit előzőekben láttunk, úgyhogy én ezért is jöttem ki. Nem most vagyok először, úgyhogy minden évben meg szoktam nézni. A találkozó a továbbiakban Nónius tenyészemlével és fogatversennyel, valamint néptánc produkcióval folytatódott.